Na jó reggel, Vietnám! Szevasztok gyerekek, Ürve csatornán! Képen jelentkezik a következő csodálatos Professional Farmer részsel. Annyit elmondanék így a videó előtt, ne haragudjatok, hogy rettenetesen beteg vagyok, lázos vagyok, kölgök, folyik az orrom, tüszögök, úgyhogy hogyha ilyen különböző érdekes hanghatások lesznek, akkor azért elnézést, de úgy gondoltam, hogy kéne folytatnunk ezt a videósorozatot mindenképpen. Ugye most ott tartunk, hogy megcsináltuk az összes oktatóanyagot, megszereztük az összes tanúsítványt, gyakorlatilag komplett mezőgazdasági ismeretek azok már a zsebünkben vannak, és ugye most érkeztünk el az 5 darab szkenárióig, amit sorba tudunk megcsinálni, mivel látjátok, hogy megvannak minden egyinek a követelménye. Például a legelsőnek ugye az, hogy az alapokat sajátítsuk el, T-kategóriás jogosítvány, terepi munkát tudjuk. És itt már ugye a másodikhoz szükségeltetik azt, hogy az előzőt meg tudjuk csinálni. Láttatjátok? Itt van. Az még ugye hiányzik. Viszont ezek már ugye hát egy ilyen komplett hát ilyen folyamatot mutatnak végig, és ugye, hogyha ezt így végigtoltad, akkor mehetsz a karrier módra, ahol gyakorlatilag teljesen szabadon csinálhatod már a gazdaságodat. Hogyha ezeket végigtoltuk, akkor mindenképpen ilyen modmustrát fogunk majd csinálni, és valószínűleg be is fogunk modolni néhány járművet és eszközt a játékba, mert szereti a Keeper a retro járműveket, meg amúgy legyen benne minél több gép. Mert amúgy egyébként gyárilag nem olyan túl sok van ebben, viszont az is tök jó, amit megjegyeztettek többen, hogy legalább licenszelt gépek szerepelnek benne. Jó, akkor a legelső szkenáriót elkezdjük. Ugye itt konkrétan a vetéstől aratásig egy komplett évet kell így végig csinálnunk, és akkor hogyha ezzel így végzünk, akkor ugye tudunk tovább haladni. Hát elég hosszadalmas, ugye írja, hogy kb. Mennyi ideig tart. Én megmondom, hogy összintén megpróbál pörgősen csinálni ezeket, hogy minél hamarabb jussunk túl rajt, és akkor ugye el tudjuk kezdeni a karriermódot, de szerintem ez még mindenképpen szükségeltetik ahhoz, hogy teljesen átlássuk a játékot. Egyébként most egy ilyen professzor Farmstein, gondolom a Frankensteinből lett ez a név, segít nekünk ebben, hogy hogyan kellene csinálni. Annyi itt az elején elmondja, hogy 0,8 hektár nyári búzát és ezen felül 1,2 hektár kukoricát kellene elvetnünk. Ugye az elvégzéshez gépeket biztosít a járműkereskedő, mivel új technológiákba kívánsz befektetni, és így konkrétan így promotáljuk az ő gépeit. Jó, akkor csináljuk gyerekek, hát megpróbálok tényleg egy ilyen elég dinamikus gameplayt hozni nektek. Ugye már végignéztük a különböző macska takarodjáinál, az anyád, ne a traktor, neki ment a traktornak, bazd megfejelte, láttátok? És még meg is mozdult a traktor, azért mekkora macska ez, milyen, miből van basszus? Nem tudom. Na, azt írja, hogy vegyük fel ugye a súlyt, itt még ugye azért valamennyire segít a játék, hát a karrier módban majd olyan szinten el fogja engedni a kezünket, mint annak a rendje is módja. Szóval készüljünk fel. Jó kis betonsúlyt fölkaptuk. Mivel ugye megyünk vetni, valószínűleg el kellene mennünk a kereskedőhöz. Kapcsol össze a zirkont és a szafírt. Úgy látom, hogy akkor ez egy ilyen kombinált eszközt kell felvernünk. Ja, megpróbálok egy kicsit ilyen pörgős sem végigmenni ezeken a fejezeteken. Maradjatok velem, azt meg fogjátok látni, hogy ez mégis hogy működik. Ugye megtanultunk mindent, hogy kell vetni, hogy kell ugye a forgókat kialakítani, szóval most már nagyjából úgy képben vagyunk. De ilyen komplett munkafolyamatokat, fázisokat még nagyon nem végeztünk el. Egy kicsit félek egyébként majd a karrier módtól, nem csoda, hogy ennyire osztadalmas ez a tutorial rész, mivel nem kicsit bonyolult egyébként. A nyúl, ez a kerék közé vettük. Vicces, hogy ez a nyúl egyébként mindig itt hédarezik? Nagyon komoly. Ja, el kell mennünk akkor a kereskedőhöz, tényleg megpróbálok jó dinamikusan közlekedni. Minél inkább. Ja, hát ez egy kicsit túl dinamikus volt, úgy vettem észre. Ja, szuper. Egyébként tök bírom ezt a Mercedes traktort, nem tudom, egyébként Magyarországon láttatok-e ilyet. Én megmondom a Frankot, hogy tök nem. Még életemben nem láttam élőben ilyet, ezt a típusú traktort. De viszont tök jó megoldás. Bírom ezt a négy kerék egyforma style-t. Kicsit ilyen, oké, ide kell mennünk? Aha. Megjöttem. Aha, megjöttünk. Ne feledd először a lenkel zirkom, boronát kell
traktorhoz csatlakoztatni, majd a vetőgépet, Lemke Zafirt a boronához. Mivel a két gép együtt tetemes súlyt hordoz, jó ötlet lehet elő a két tonnás súly használni. Hát ugye használjuk is, hogy két tonnás súlyt föl is csaptuk. Igen, először ugye a konkrétan ezt, a boronát felcsapjuk. Úgy. Nem valami szépen állt a videó. Lehet, hogy ki is sov azt az ajtót. Basszus, ezt nagyon oda kirúrantottam. De még megrettyent a háromportos csatoló is meghajult. Láttátok egy pillanatra? Várj, ezt az ajtót is kicsapja a képőr. Oké, ezt a kiszállunk. Ja, ez a vonócsap volt, ez nem az volt. Okay. Jó, kultivátor föl van csapva, és akkor jöhet. Jöhet a vetőgép után. De ezek egy ilyen össze lehet kapcsolni, ez tök jó. És elképzelhető egyébként ugye, hogy külön-külön is tudod ezt használni. Ami tök... Gyerekek, komolyan mondom! Azért ennyire durván nem kellene. Jó, felkapcsoljuk így, jó? Hát ez egy eléggé nagy súlya rendelkező, és a hátsó kerekek azok lapulnak, de jó. Befejeztem, mert mindig ez van, hogy milyen jó a fizika, meg milyen jó a fizika, de nézzek, hogy kilapult a hátsó kerek rohadtul. Ó, hallod? Ki van rendesen tökösödve, mi? Na, a mazzagazdasági termelő szövetkezettek be tömörültek, hogy erősítsék a mazzagazdaság lehetőségeit és kínálatát. És ezáltal piaci pozíciókat a kereskedelemmel és az iparral szemben. Tagjai tehát tulajdonosai gazdák, halászok, kertészek és borászok. A szövetkezetnél vásárolhatsz magvakat, műtrágyát és növényvédőszereket. Tök jó, ilyen elmagyarázza, nem? Hogy valóban is úgy van, hogy ilyen gyakran ilyen szövetkezetekbe tömörülnek ugye a mezőgazdászok, ahhoz kép, ahhoz, attól függetlenül, hogy éppen ők milyen munkát végeznek el. Jó, csodálatos, jól néz ki. Egyébként az is tök jó, hogy hogyha kiváltasz egy nézetből, például így hagyom, akkor ugyanonnan fogja folytatni, tehát nem mindig egy ilyen default nézetet folytat. Jó, megtöltjük akkor. Egy kis vetőmaggal. Valószínűleg műtrágyáznunk is kell meg ilyeneket. Megmondom őszintén, én már karriermódra rá lennék izgulva, de azért tök jó lenne ezt így végigcsinálni. Megpróbáljuk tényleg dinamikusan ezt így végigtolni. Lakott terület. Ja. Szerintem a karriermódban több jármű lesz, mármint ő, mi ez, mesterséges intelligencia által irányított forgalom. Itt most egyelőre eléggé kevés van, meg azt hiszem, hogy ezt lehet állítani is. Elnézést tényleg ezért a rengeteg kövögésért. Nagyon kutyálul érzem magam. De egyszerűen nem tudom abba hagyni ezeket a játékokat. Bár a folyamatos beszéd az nem tesz jót így a dolgoknak. Milyen hangja van a gépnek, amikor így visszaváltok? Hát ugye automata sebességváltót használok. Ja, lehet, hogy egy kicsit kevesebbet kéne duálnom folyamatosan, aztán az lehet, hogy segíteni a helyzetemben. Tök jó irányíthat. Tök érezett, hogy egyébként mikor sok a járműnek a sebessége, ahhoz, hogy bevegye egy kanyar, vagy ilyesmi. Na, oké. Okay. És akkor mivel kell feltöltenünk? Árpával. És mennyit kell betöltenünk? Mert fúra? Jó, menjünk fúra. Tök jó, hogy egyébként ilyen összeakasztható gépeknél úgy van, hogy tényleg külön kell felvenned. Nem az van, hogy ilyen komplett gépként kapod meg. Na, vesd be a 36-os számú szántól földet árpával. Hát már megyek is, testvérem, nincs itt semmi problém. Na, hogy megpróbálok kivenni. Jó, bírom ezt a Mercedes-t, rohadt jól meg van csinálva. Jaj! Egyébként a Mercedes az gyárt még mindig traktorokat, mert ez szerintem nem egy új jármű, ez ilyen 90-es évekre dotálnám.
Hello, haver! Tényleg azt nem próbáltam ki, hogy ezeket el lehet-e ütni, vagy bármit csinálnak-e. Jó, még egy lesz, azt komolyan mondom, kipróbálom, megpróbálom elütni. Ezt lehet, hogy végig a szkenáriónak, mert mit tudom, megöltél valakit. Azért ennyire részletes, nem hinném, hogy lenne a játék, de néha úgy érzem, hogy okoz meglepetéseket, még mindig. Ott volt megint egy csávó. Tök jó, hogy örülnek a sebességi fokozatok, áttételek, hogy éppen milyen sebességi fokozatba, hány kilométer per órával megy. Az a durva, hogy az 1-be 1,5 km per óra, gyerekek, a... Hoppa, nem jó fele jöttem? De jó fele jöttem, érdekes. Elég furán mutatja a dolgokat. A GPS-ünk, lehet, hogy rossz fele jöttem, azt így kicsit megkeverte a dolgokat. Hol kell meg? Baza, nem jó fele jöttem. Én azt hittem, hogy ez az a föld. Hú, baza, minden átmegyek. Tököbb babor át, te Isten. Jaj, itt meg egy folyó is lesz, igaz. Hát ilyen hülyét minden... várja. Várja. Kipróbáljuk, hogy át lehet-e menni a folyón? Ha már egyszer ide keveredtünk. Gyerekek, szerintetek mi fog történni? És komolyan mondom, ezt kíváncsi vagyok. Sikerül a szkenáriót így szétcsesztelni. Gyerekek. Jó, ez nem túl mély. Oké. Okay. Jó. Azt hittem, hogy mélyebb... Várjál. Ájjáj, ez nem jó. Kéne egy összkerék. Nekem hol az összkerék meghajtásom? Hol kell ezen kapcsolni? Azt a betyár, mi van itt a gyerekek? Hátsó ablak törlő, első ablak törlő. Négy kerék meghajtás. Oké. Okay. Mi van még? Vezetési irány megváltoztatása. Jó, hogy ezt át lehet fordítani? Azt a betyár. Na várjál. Hűha! Ezt sikerült megoldanom, gyerekek, itt. Beleragadtunk itt. Valahogy srégen ki kell mennem, hogy nem tudom. Lendületet tudjak venni. Föl ne borítsam ezt a gépet, dikaz. Mennyi? Összkerékbe van kapcsolva szerencsétlennek, de rohadt nagy rajtunk a súly. Szenved. Ja, hát jó, össze is csesztük a traktor. Oké, okay, jó, sikerült kijutnom. És már nem vártam egyébként arra menni, mert ő mutatja. Azt akkor lehet, hogy oda is érek egyszer. Ja, hát igen. Jó, legalább kipróbáltuk ezt is. Legalább nem az van, hogy mit tudom, hogy fallal el van zárva. Kicsit féltem tőle, hogy az lesz, vagy ilyesmi. Hát ez jó megcsináltam. Nem mész ide? Ilyen rántottál a kormányt. Ezt nem lehet megúrni, gyerekek, hogy az riogatod az autósokat. Na, okosabb bevetjük azt a földet. Még mindig tovább. Ja, mert izére kell menni. Az utakon próbál navigálni. Hát én meg keresztbe hasul mentem, ugye? Ez meg nem volt annyira jó. Nagy nehezen odaérünk. Jó messze elzavar minket, hogy a francos embere. Tisztul a kerekünk? Arra lettem volna kíváncsi, hogy lepotyog róla a sár. Fú, hogy néznek ki a kerekek, Dick. Folyón keresztül nem kell róla átkelnünk. Mondjuk ezen a folyón valószínűleg nem nagyon kellénk át, mint van egy nagyobb is, ugye. Ez valószínű, hogy ide belekotla ránk. Azon a kicsi patakon még sikerült, de ez... Hát ez egy erős lenne. A gyerekek, hát hova kell már mennem, komolyan mondom.
Tizedcsőjében ez körbe visz minket mindenhol. Használhattam volna ugye sofőrt, és akkor ki tudtam volna neki jelölni, hogy hova oda menjen. Lehet, hogy ilyen kéne használni néha. Na lassan csak odaérünk. Na gyerek! Jó van, oké. Szerencsétlen már nyomott egy satút, amikor látta, hogy jöttem vele szembe. Elnézést a kövögésért. Na gyerekek, itt a föld. Meggyütt. Meggyütt. Na, a mezőn mindig kialakítanak forgót, fordulót, forgó. Vetéskor a talaj megmunkálásakor is először a mező hosszabbik oldalát keres meg, az lesz a fő irány. Ezzel párhuzamosan kitott ki majd a barázdákat. Amikor a nyomvalon a mező egyik végére élsz, a legjobb, amikor tehetsz, ha időben felemeled a berendezést, hogy elegendő hegy álljon a rendelkezés a forduláshoz, és kényelmesen kanyarodhass rá a következő barázdára. A hosszanti sorok befejezése után végül bevetheted a fennmaradó területet a főirányra mellőlegesen. Oké. Okay. Akkor ugye meg kell nézni, hogy ez... hogy van? Hát ez egy, mondjuk eléggé... Lehet így is, meg lehet úgy is. Szerintem ezt azt fogom csinálni, hogy... Halljátok a P-vel... Aha, ezt akartam, hogy ez lássam. Szuper. Ja, csak ugye ezt be kell állítani, mert különben ez nincs beállítva normálisan. Ugye erről már volt... volt szó, csak ugye most nekünk kell ezt megcsinálni. De lehet, hogy a következő... Ha. Jó, hát ezt be kell állítanunk most ezt a félbetűt, mert ugye nem, nagyon nem jól van beállítva. Várjál, nyomok egy kéziféket. És akkor ugye erről beszéltünk, hogy ezt így lőjük be nekünk megfelelőképpen. Ugye megnézzük, ránézzünk. Ugye a föld széléhez kellene beállítanunk. Szerintem még nem jó, nagyon nem jó. Még mindig nem jó. Szerintem így a frankó. Ugye így a frankó, ugye ezt így be tudod állítani, ugye erről volt már szó, és ezt hasznosítom is most. És akkor szépen elkezdjük csinálni a dolgokat. Ugye bekapcsoljuk, és akkor leengedjük. És szerintem ugye akkor így jó vagyunk. Jó, vetünk kezerrel. Remélem, hogy a vetőgép is ugye be van indítva. Jó. Oké, gyerekek. Szuper. Elnézést. Elnézést. És ugye ilyenkor azt kell csinálni, hogy meghagyni a forgót. Tehát ugye ilyenkor a forgót húzod le utoljára, értelemszerűen, mert ugye akkor ez így van, hogy mindjárt megmutatom, hogy ugye itt fölemeled, ugye arról volt szó, hogy ezt át kell húzni erre ilyenkor, utána így vissza, és akkor mehetünk vissza konkrétan. Tök jó, mert ugye be van állítva, tudod, hogy hol kell menni, van ez a funkció, ami mutatja, hogy milyen szélességben hol kell közlekedned, ahhoz, hogy normálisan le tudj vetni, ez az. Leengeded, aztán akkor már mehetsz is tovább. Lehet, hogy érdemes egyébként belső nézetben, mert talán még pontosabban tudod akkor irányítani így a gépet. Nagyszerű.
Ugye akkor ezt megcsináljuk, utána lehúzzuk a forgókat, és utána, ugye azért kell a legvégén a forgókat, mert ugye letapossuk a föld szélét. Úgyhogy azért kell ezt így megcsinálni. És például ide kiérünk, és akkor fölemeljük szépen. Elhúzzuk egy kicsit balra, hogy rá tudjunk fordulni normálisan, akkor ugye nem kell tolatgatni, és akkor húzzunk egyet jobbra. Így, és akkor rá tudunk állni a következő sorra szépen. Ez az. És már mehet is le a vetőgép, szuper. Jó, hát ezt el kell vetnünk, gyerekek, ez ilyen. És akkor utána mehetünk tovább, ugye. Nézzük meg egy külső nézetet. Jó, egész jól csinálom szerintem. Ugye érdemes mindig azért mondta a tutorial, hogy a hosszabbik irányba menni, mert akkor kevesebbet kell fordulnod nyilván, mert ennek a területnek aztán franc tudja, hogy melyik a hosszabb, melyik a rövidebb része. Ja, egyébként folyamatosan írja ugye az infókat, bal oldalt, hogyha van kedvetek, olvassátok, nem olvasom fel őket, ne haragudjatok. Ne az legyen, hogy megállás nélkül olvasok. Ugye nagyon-nagyon sok minden múlik. Attól függ, be tudod állítani, hogy milyen mélyre vett, mennyire, ugye ezen múlik. Hogyha túl mélyre vetsz, akkor ugye nem tud kicsirázni, egy csomó minden információt ott oldalt megtudunk. Én is elolvasom közben őket. Mondom, hogy legfeljebb ugye 2 cm mélyen lehet. Minden centiméter többlet 10%-os hozam csökkenéshez vezet. Tehát, hogyha már 12 cm-re vetted, akkor se, egy darab se fog kicsirázni. Meg azt is írja ugye, hogyha nagyon jó, hogyha a vetés előtt ülepedett a talaj, tömörödött, mert ha később esik össze, akkor túl közel kerül a felszínhez, és nehezen csírázik, ugye, majd a gabona. Úgyhogy ilyen apróságokra azért kell figyelni. Tényleg azoknak ajánlom mindenképp ezt a játékot, akik szeretnének olyan szinten részletesen belemenni így a farming világába, mezőgazdaságba, hogy nem csak ilyen casual módon, hanem tényleg szeretnék átlátni a legapró részletekig, hogy ez hogy működik. Úgyhogy azoknak ajánlom, akik esetleg ilyen fiatalabb generáció, meg annyira nem érdekli őket a mezőgazdaság, csak inkább tényleg ilyen casual módon akarnak vele játszani, és a részletek nem foglalkoztatják, akkor ő nekik nem biztos, hogy jó ez a játék. És ezt ki kell mondani. Mert nem mindenkinek jó ez a játék, nem mindenki akar teljesen belemenni a legapróbb részletekig. De hát, hogyha realisztikusan akarsz játszani, akkor mindenképpen így kell csinálnod. Egyébként rohadt jó koszosodik a kép. Meg ugye ez a forgó kialakítás az is tök jó. Hát ezt sem muszáj szerintem egyébként megcsinálni, mert kiúszhatott a legvégéig. De hát akkor az megint olyan, hogy nem túl realisztikus. Tök jó egyébként, ez nagyon jól néz ki az a füves rész itt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz télen például, hogy esni fog-e a hó, valóban esik-e. Na ugye vannak ilyen tolólapos traktorok, vagyis ilyen homlokrakodóra ilyen tolólapokat tudsz felrakni. Kíváncsi leszek, hogy az mibe fog megnyilvánulni. Egyébként rohadt jó, amikor így ráesel a földre és konkrétan így belesüllyedsz. De hát ezt már nem akarom kihangsúlyozni többször, mert szerintem ezt elmondtam milliószor, hogy a fizika azért az több, mint betegebb ezben a játékban. Biztos jó dzsúvás lesz ez a traktor, amire végzünk. Ja, mi az? A talaj megmunkálása után a magágyat tömöríteni kell, így a szemek jó tapad talajba kerülnek. Gaborának finom, omlós magágyra van szükség. Ezt olvassátok el, mert tök jó egyébként. Tök érdekes dolgokat mond.
Ja, hogy ez maga ez az eszköz, ez tömöríti is a talajt, azt írja. Aha. És nem csak az a funkciója, ugye, hogy... Pillanat. Hogy omlóssá tegye a magágyat, hanem ugye tömöríti is. Gondolom olyan kialakítása van, mindjárt meg is nézem, hogy ez hogy van. Aha. Ja, hogy az ott omlossá teszi a talajt, és akkor utána vannak ilyen kerekek, amik ugye valamilyen szinten, látjátok? Vannak ilyen kerekek, amik itt tömörítik a talajt, hogy attól még ugye, hogy úgymond felkultiváljuk, porózussá tesszük a talajt, attól még az nem elég, nem jó, hanem hogy valamennyire tömörnek is kellene lennie. Tök jó vagy, nagyon jól meg van csinálva. Hát ilyenekről szó sincs egyébként a farming szimulátorban. És bocs, hogy példaként felhozom már megint, de valamilyen szinten szerintem össze lehet hasonlítani a kettőt, de erről már beszéltem. Nagyon sokan egyébként, hát nem olyan nagyon sokan, így a kommentelők 5%-a az nagyon védi a farming szimulátort, és én ezt meg is értem, és ez egy nagyon jó játék. Részletességében és realitásában nem érhet ehhez, és ezt el kell könyvelni. Helyén kell kezelni mind a két játékot, az egyik az arcade jellegű játék, a másik az szimulátor jellegű, tehát ez a szimulátor jellegű. Úgyhogy a farming szimulátor nevet, ez igazából ez inkább megilletné. Bármennyire is fájdalmas, srácok. Szuper. Valamit akartam még mondani, csak nem jut eszembe most. Ezt belárom, azt akkor látjuk, hogyha még egy túltip jön. Ezt már úgyis elolvastuk. Nyilván ezekben a szkenáriókban inkább egy ilyen információ halmazt kapunk a munka közben. Ez jól meg van csinálva. Na, szerintem át tudunk menni, jó. Be tudod állítani egyébként a menüben, hogy mekkora tereptárgyakkal ütköz. Tehát csak fákkal, mit tudom én, akár kisebb dolgokkal is, például postoláda, vagy ilyen kuka. Ez is egy nehézségi szintet így ad a játékhoz. Ugye, hogy konkrétan tényleg beállítod, hogy mikkel tudsz ütközni. Vagy mire kell figyelned. Oké. Okay. Mercedes, gyerekek, Mercedes. Na, szeptembertől novemberig a gazdálkodó őszi búzát vet, körülbelül 300 mag per négyzetméter terület magszámmal. Minél későbbi a vetés, annál magasabb a magszám. A növények növekedési szakaszában BBCH szakaszokra vannak osztva, de nem kell mindent fejből ismerni. Hát még szerencse, úristen. Halljátok? Ugye még az is van, hogy milyen magszámmal kell vetni. Egyébként most ez lehet, hogy hülye hangzik. De igen, a valóságban ilyen nem apróságokra, hanem ilyen dolgokra kell figyelni az a gazdaságban. Meg hogy ugye sokan úgy képzelik el, hogy a trágyázást, hogy oké, kimegyek, aztán trágyázok, műtrágyázok. Hát ez nagyon nem úgy működik, hogy kimegyek, aztán műtrágyázok. Hát be kell állítani a gépen egy csomó mindent, hogy mégis abból a... Bocsánat. Abból a műtrágyából mennyit akarsz te szétszórni hektáronként, milyen ható anyagai vannak. Ugye nem csak az van, hogy na, veszek műtrágyat, azt szétszórnom. Az rohadtul nem úgy működik. Mert ugye még árthatsz is nekik, hogyha túl sok hatóanyag megy a talajba ugye a növényeknek. Meg hogyha nem olyan összetételű műtrágya. Úgyhogy igen, ez ilyen létezik. Bármilyen meglepő is tényleg a farming szimulátorosoknak, hogy ilyenekre kell figyelni. Különben megnéznék egy olyat, hogy szarát rágyáznék egy ilyen földterületet, mondjuk ezt, az egyik felét, a másikat meg jól, akkor hogy viselkedne, hogy teljesen ki lehetne égetni a növényeket, de valószínűleg, hogy ki lehetne. Ez az. Jó haladunk. Szerintem fele már megvan, lehet, hogy az lesz, hogy egy folyamat lesz egy részbe, de egyébként írjátok meg inkább. Hogyha gondoljátok, hogy ne valahogy, nem tudom, behekkeljek-e valamit, vagy pedig megcsináljam ezt gameplay-en kívül, ezeket a szkenáriókat,
Én simán elhiszem azt, hogy ez sajnos annyira nem nagy izgalom, hogy itt megcsinálunk ilyeneket, utána meg úgyis a karrier módba fogjuk folytatni. Úgyhogy írjátok meg, hogyha gondoljátok, akkor ezteket a szkenáriókat valahogy megoldom, hogy át lehessen lépni. Ha kell, akkor gameplay-en kívül letarom, és akkor karrier módra váltunk egyből. Mert az lehet, hogy egyen izgalmasabb lenne már, hogy saját magunknak kell gazdálkodni, meg főleg ugye a módokat is befakolnánk. Úgyhogy ja, lehet, hogy nekem is az jobb lenne, mert az a baj, hogy megcsináljuk ezeket a szkenáriókat, aztán oké, okay, az jó, megcsináltuk, rendben. Aztán utána meg úgyis újra kell kezdenünk ugye a saját területeinket, meg a saját gazdaságunkba. Szóval, ja, ja, nem biztos, hogy ezt érdemes így végig küzdeni. Figyeljetek, amit kellett szerintem, mert csak megtanultuk már erről az egészről, lehet, hogy többet felejtettünk már, mint amennyit tanultunk egyébként. Na, a növekedéshez a gabonának tápanyagra van szüksége. Először a három levelű szakaszba. Jézus! BBCH 13. Az a három levelű szakasz. Erre a célra a gazda ásványi nitrogén műtrágyákat alkalmaz. Ha még nem tanultál a műtrágyaszórásról, akkor nézd meg a... Igen, azt már tanultuk, jó. A három levelű szakaszba az kell, gyerekek. Értitek? Értitek? Remélem, hogy értitek. Utána meg forgókat is meg kell csinálni. Hol vagyok? Hol kell mennem? Ide kell mennem. És betapostam a izébe, magágyba, amit már létrehoztam, hát ez lehet, hogy nem lett túl jó. Szerintem oda bele sikerült mennem ott, ha. Várjál! He! Nem engedtem le! Bocsánat. Úristen, milyen koszos a gép. Gyerekek, én komolyan mondom, én hajlok afele, hogy lehet, hogy inkább a karrier módot szorgalmaznám. Ezt a szkenáriókat nem biztos, hogy érdemes lenne tényleg végigcsinálni. Annyi, hogy esetleg ilyen plusz információkat itt néha kapunk, de maga szerintem a karrier mód az érdekesebb lenne. Mert tényleg így konkrétan így vesztegetjük az időt, úgyis ez el fog veszni ez a folyamat. A karrier módban meg azért gazdaságunkat tudnánk foglalkozni, viszont a koszosodás az marha jó. Ott is ilyen nagy sárfoltok van, és nem csak textúrákban nyilvánul meg, hanem ilyen vastagsága van ezeknek. Attól meg van csinálva, tetszik. Gyerekek, lehet, hogy az lesz. Komolyan mondom, én nagyon, most nagyon azon gondolkozok, hogy ezt megcsináljuk. Mert ugye ezt például még lesz ugye a vetési folyamat, meg kell csinálni, meg kell a kukoricát is el kellene vetnünk, utána ugye valószínűleg trágyáznunk kell, meg mindent megcsinálni, inkább próbálkozzunk, még hogyha egy kicsit be is sülünk először a gazdaságunkba, akkor is szerintem én lehet, hogy inkább arra szavaznék, hogy élesbe kipróbálnám már magam. Szerintem annyit tanultunk már, hogy az őrület. Úgyhogy én hajlok a fele, gyerekek. Viszont tök jó, nagyon jó, csináljuk. Figyelj, ezeket úgy megtanultuk, már egyedül egyébként a, megmondom a frankót, a műtrágyázás meg a trágyázás folyamata, azzal nem vagyok teljesen kibékülve, de így magával a folyamatokkal úgy kb. szerintem így jól vagyunk. Na, a tél után a gaborát folyékony trágyával, egy másik nitrogén műtrágyával trágyázzák. Műtrágyát lehetőség szerint akkor kell kijuktatni, amikor a növénynek szüksége van a tápanyagra, vagy ha felhasználta a talaj forrásait. A tápanyagok főleg a talajon és a gyökéreken keresztül szívódnak fel. A növények isszák a tápanyagokat. Ez egyébként brutális, egyébként, nem a gyerekek, hogy mondja ugye, hogy a három... Ugye három levél szakaszban hogy kell csinálnod, utána hogy kell csinálnod ugye tavasszal, de ugye most őszi árpáról van szó, és minden egyes növénynek más az igénye, meg más, hogy kell ezeket végrehajtani. Tök durva, hogy mennyire változatos, mennyire részletes a mezőgazdaság, nem srácok, és nem csak arról van szó, hogy na, egyszer letrágyázom, végig megyek a műtrágyaszóróval, akkor
izé, akkor 30% hozam bónusz, még egyszer végig megyek, akkor 60% hozam bónusz. Nem, ilyen tök alap dolgok vannak Farming Simulatorban, például, nem tudom, azok ilyen, oké, hogy az egy árkáros jellegű játék, de akkor is, azért mennyire elnagyolt az egész. De jó, tényleg elhiszem, hogy nem mindenki akar pepecselni minden aprósággal, de azért a realizmus az tök jó, hogy itt ilyen formában, ilyen nagy mértékben így működik. Viszont ezt belárom, ha nem még végig megyek, lehet, azt kíváncsi vagyok, hogy miket fog mondani nekünk ez a srác. Szóval a gép az tök jól irányítható, tök tetszik. Bármennyire is most eltértem a dolgoktól, ez csak is az én hibám. Kíváncsi lennék, ha még egyszer ráhúznék, még egy vetést csinálnék, akkor azt érzékelnie. Tehát akkor az lenne, hogy dupla annyi magot juttatta meg ki a földbe. Bár igazából a kultivátor a szétcseszi, mint olyan formában, hogy a magasságunk az nem biztos, hogy jó lenne, ugye? Már inkább a mélysége, amilyen mélyre ugye vetünk. Hát ez így elég szép egyébként, elég szép. Igen, itt fölemelem, és akkor ugye ezt a lépcsőzetes legvégét, azt majd körbe kell húzni. Jó, hát itt izé van, fordulás van. Ja, mindig beletaposok basszus az előzőbe. Elég béna vagyok. Ez most eléggé... Ja, ott maradt a kerékgyomom. Egyébként tök látszanak a sávok, tök jó meg van csinálva. Tetszik. Lehet, hogy egyébként ott túl közel megyek, és akkor az duplán fog van levedve. Látszanak ilyen csikok, látjátok? Nem vagyok ki, hanem szerintem az, hogy lehet, hogy a duplám küldtem bele a magot. Ami nem biztos, hogy megint ugye jó. Na, a későbbi fázisokban a növény további tápanyagokat kap, műtrágya formájában, de csak annyit, amennyire szüksége van. Az egyes dózisokat általában a talajművelés után adják meg a szárbaindulás és a kalászodásodás elősegítése érdekében. Így a növény különösen jó szemeket terem. Értitek? Jegyezzétek meg, basszus! Meg kell jegyeznünk mindent. Még ehhez, hogy az ilyen jól működjön, kell az, hogy ilyen fizika van ebben a játékban. Mert ez egy ilyen plusz adalék az egészhez. De tényleg, nyugodtan írjátok meg, hogy inkább átmenjünk el career módba, és kezdjünk el mondjuk gazdálkodni. Mindenképp egy ilyen módtesztelős videót szeretnék, hogy megnézzük, milyen modok vannak, és miket érdemes berakni. Meg ilyen kis retro modokat, hogyha találunk, traktorokat, akkor mindenképpen legyenek benne. Jó, hát ezt már mindenképpen le fogom vetni. Egyébként szerintem ez egy elég nagy föld. Szóval egy ilyen kapásból megy a szoptatás. Mondjuk mennyi? 0,8 hektár? 0,8 hektár, ugye? És basszus, ott forog a jöze is, a barázda jelző, vagy minek nevezik ezt. Ugye? Fordulási van, ide kéne fordulni. Megint beletiportam. Megint beletiportam az előzőbe, ott van a keréknyomom. Oké. Okay. Hú, de beteg vagyok, gyerekek, el nem tudjátok én mennyire. Nem tudom, lesz-e ma live. Tök szeretnék, tegnap elmaradt, mert tegnap nagyon rosszul voltam. Szar a szétszerem a gyógyszer, de folyamatos kölgés van meg. Hát nem is vagyok túl csinos. Itt így szétzúvalt fejjel. Nem, mint hogyha nagyon számítana. Egyébként rúg a gép, mint az állat, amikor megyünk fölfele. Föcsöli a sarad. Egy kerék meghajtás be van, difizár az lehet, hogy nincs belőve. Szépen kiemeljük, úgy.
Itt meg ugye elég érdekes formája van a Földnek, szóval itt majd egy kicsit kell alakítanunk a dolgokon. De egyáltalán nem probléma. Lehet, hogy egyébként inkább keresztbe járok most a Földön, mint hosszában. Lehet, hogy nem volt a legnagyobb ötlet. Mapon megnézve... Ja, igen, hát nem a legjobban, gyerekek. Szarul kezdtem el. És ez a saját döntésemnek köszönhető, hogy ilyen szarul. Ha megnézzétek a minimapon, akkor lehet, hogy a rohadt jó keresztbe járok itt rajt. Nyilván így is meg lehet csinálni, meg semmi gond nincsen vele, csak ugye többet kell fordulni. Na várjál, még egy info. Vagy növény erős és egészséges maradjon, a gazda növény védelmed végez a szántóföldön, szántóföldi permetezőgéppel. A növény védőszerek herbicidekre, rovarirtókra és fungicidekre osztják. Gondolom a fungi az gomba, a herbi az nem tudom, valami növény, és a rovar az meg ugye rovarra kell lenni. Az a szabály, hogy itt is, hogy ugye a lehető legkevesebb, ami elegendő, az jó. Tehát nem kell szara szét felvetezni, hanem elég minél kevesebbet. Amennyi szükséges, az bőven elég. Szuper. Mercedes-Benz. Az irányítási mód megváltoztatására kíváncsi vagyok. Ez lehet, hogy csak annyi ám, hogy a hátsó keréket is tudja forgatni. Nagyon, azt lehet, hogy mindjárt ki fogjuk próbálni, hogy ez hogy működik. Mert van egy olyan kapcsolónk. Ugye lehet, hogy összkerék kormányzás kapcsolódik be. Ja, hát ezzel sincs semmi gond, annyi, hogy itt ugye fel kell vennünk. És ugye majd amikor dűlőzünk. Hát lehet, hogy én dűlőzésnek fogom ezt használni, mert ugye többen is írtátok, hogy ez dűlőzés, meg én is úgy ismerem, hogy dűlőzés. Úgyhogy gyűlözni fogunk. Nem sokára egyébként körbeérünk. Jó, miért neki tesó? Lefele megyünk, nehogy mert ne bírjad. Nehogy ne bírjad. 1400 turbo, MB track. Tiszta gány az egész van. Tiszta gány. Jó kis földművelés. Na, viszont ezt belállom meg, aztán akkor észreveszünk, hogyha jön egy új tooltip, vagy egy ilyen tip. Tolhatok inkább. Ja, nem is tudom, hogy egy stelgeres hangja van egyébként ennek a gépnek, ilyen. Lehet, hogy a turbónak van egy ilyen fura érdekes hangja. Na, megyünk fölfele, aztán ilyenkor már nagyon nem bírja. Kíváncsi lennék egy ilyen kicsi traktor nagy eszköz kombináció mennyire viselné meg a dolgokat. Tehát látni. Na, vannak nyári és téli gabonafélék. A legtöbb gabonafélét összeszert téli gabonaként tervezték. Mint például a búza, árpa és rozs. Ezek a növények hideg ingerre van szükségük a szemcsék későbbi kialakulásához. Ja, akkor azért, basszus, én ezt nem is tudtam. Hogy konkrétan nem véletlenül van az, hogy ősszel vetik, mivel van valami olyan ingerre szükségük, hogy hideget kapnak. Ezt a folyamatot vernalizációnak vagy jarovizációnak is nevezik. A növények tél előtt oldalsó hajtásokat képeznek, tavasszal a hajtások megnyúlnak, majd virágokat hoznak. Az általad épp most vetett nyári árpának hasonló növekedési fázisai vannak. Ugyanakkor nincs szüksége hideg ingerre, ezért nyári rövidebb idő alatt fejlődik ki, de általában a hozama is alacsonyabb, mint az őszi gabonaféléknek. Halad? Ez is érdekes, mi? De szóval érdekes, hallod? Ezt nem tudom elképzelni, hogy ez mennyire összetett. Meg az tök jók ezek az infók, hogy azért... Gyerekek azért, hogyha ezt mindent olyan szinten így megtanulod és bemagolod, hogy mindenre emlékszel, meg nyilván mindenre fogsz emlékezni, ha sokat játszasz ezzel a játékkal, komolyan mondom, hogy el tudsz helyezkedni egy mezőgazdaságban, mármint olyan szinten, hogy
Ezeket így tök turan. És az ember azt gondolja, hogy a mezőgazdaság olyan nagyon egyszerű, hogy elvetek, és akkor majd kinő, és akkor learatok. Hát ez alattól nem így van. Nem véletlenül van olyan, vannak olyan szakma, ugye, hogy agronómus, különböző mezőgazdasági felső végzettségek, mert azért ez tényleg nem arról szól, hogy nem olyan egyszerű. Meg főleg szerintem az ilyen precíziós mezőgazdaságban van szükség arra, hogy ugye ilyen nagyon brutálisan maximalizálják a hozamot, mert én gyanítom, hogy a régi világban ugye annyi volt, hogy megtrágyáztak, növényvédelem talán nem is nagyon volt, és akkor annyi volt, hogy elvetettek, majd szántottak, mindent elvetettek, és utána meg ugye arattak. De ugye tényleg a precíziós mezőgazdaságban azért szükség van arra, hogy a hozam az eléggé megfelelően erős legyen. Na látjátok, ezt így cseszte el a keeper, mert meg fordulhat egy csomó. Nem jó, nem jó kezdtem neki a területnek. Meg ugye főleg ezek a, valószínűleg ezek a különböző tenyésztett, génkezelt, manipulált magok és növények, ugye lehet, hogy még inkább érzékenyek lehetnek különböző rovarokra, vagy pedig akármire, bármilyen külső behatásra. És ezért azért szükségeltetik az, hogy a megfelelő hozam érdekében nagyon gondos gazdájuk legyünk. Öcsém, itt ebben a játékban elvetni egy ekkora területet, nem is olyan kis pálya. Nagyon mély vízbe dobtok, nem? Mármint ilyen, azért nem annyira egyszerű itt a dolog. Gondolták, itt van ez a kis traktor, nyomjad neki, bazze. Kis traktor idézőjeles. Farming szimulátorban ilyenkor már 80 méter széles izébe, vetőve, a szántatlan torlóba csaptuk bele a magot. Ja, egyébként valaki írta még, nem is tudom, egyik videó alá, hogy igen, jó, megcsinálom, nem felejtem ki a végeket, igen, körbe fogjuk dülőzni utána. Ja, írta valaki, hogy hát de igenis van olyan, hogy a tarlóba vetik egyből a magot. Ja, igen, tudom, hogy van olyan, de nem hiszem, hogy Magyarországon annyira ez elterjedt, hogy a tarlóba csapjuk bele a magot, mert nyilván lehet, hogy ezt lehet csinálni mondjuk egyszer, hogyha esetleg olyan típus talaj van. Félleg ilyen amerikai videókat linkeltetek, hogy ilyen rettentő porózus talajban ugye csapták bele a magot a tarlóba. De ugye szükségeltetik azért a szántás néha a területnek, meg kultiválás, meg minden. Szóval nem az az elterjedt mód, hogy tarlóba vetnek folyamat instant ugye magokat. És igen, van olyan, de nem éppen nem az a legelterjedtebb módja a vetésnek. Na, ugye ezt befejezzük meg. De itt, ja, elég hülyén csináltam, úgyhogy emiatt így kellett itt forognunk. Na gyerünk, húzzuk le a forgót, gyerekek, szerintem, elmegyünk akkor itt, innen kezdjük. És akkor körbe megyünk, és az is ugye már elég sokat fog beleadni így a dolgokba. Látjátok, ugye itt maradtak ezek a nyomok, ezeket kellene nekünk ezt megcsinálni. A forgó lehúzást azt úgy fogom megcsinálni, hogy szemre. Nyilván. Ledüllőzzük a területet. Ott a legsarka az lehet, hogy még nem fog beleesni, de majd mennyire meglátjuk, hogy mennyire nem, vagy mennyire igen. Ugye kettő darab dülőzést is tud csinálni, nem muszáj egyet, mi most egyet próbálkoztunk, lehet, hogy jobb lett volna a kettő, nagyobb helyem lett volna fordulni a föld végébe, de jó lesz ez szerintem azért így nagyjából. Már itt a felső része lehet, hogy húzunk majd még egyet, ezt akkor nem lesz gond. Ilyenkor visszatolhatunk, nem baj, hogyha rámegyünk, mert amúgy is, azt még egyszer húzzuk le ezerrel.
Lefele azért szalad ilyen rendesen a szekér. Ilyenkor ugye ki is kapcsolhatjuk ezt. Azt akkor nem zavar minket. Ja, úgyhogy elképzelhető, és látszak, hogy én arra szavaznék, hogy hozok egy csomó modot, amennyit csak tudok. És akkor a következő részben rekiállunk a gazdálkodásnak. Nem fogjuk végigcsinálni ezeket a szkeráriókat, rettenetesen hosszúak. Ugye ez is például nem tudom, 120-180 percet írt. Azért az tényleg egy ilyen elég epic küzdelem lenne még azt is végigcsinálni. Minden együtt, ugye, ötöt, akkor azt ki lehet számolni, az mit tudom én, 10-20 sok óra gameplay. Azt inkább lehet, hogy inkább beletolnám a karrier módba már. Ja, itt úgy kezdtem már kapásba, hogy a forgót is meghagytam. Ja, egyébként lehet, hogy azt kell csinálunk, srácok, hogy kell még egy forgót tolnom. Na, meg is van. Jó, már körbehúzzuk, gyerekek. Mindenképpen. Vissza kell vinni. Na, hát ugye most kellene ugye trágyázni, utána műtrágyázni, sorba kellene végigvenni a folyamatokat. De tényleg azt csinálnám én inkább, hogy már a karrier módba belevágnék, bármennyire is lehet, hogy nem annyira jó, hogy átugorjuk ezeket a dolgokat, mert azért rengeteg információt is még kapunk itt. Tehát az alapokkal csak itt tisztában vagyunk. Egyébként ez a live-ba is egész jól menne, bár már itt azért, mert tudnátok segíteni, bár sokszor live-ba ugye, akik ugyanúgy, mint én, nem 100%-ig vannak tisztában a dolgokkal, olyanok is szoktak írni, és néha így emiatt pont olyan kavalkát szokott lenni, mert sokan írnak sokfajtát, sokszor ugye olyat, ami, vagy gyakran olyat, ami egymással ellen megy. Várjatok, annyit ki kellett volna próbálni, hogy az összkereket kikapcsolom. Odali? Ki összkerék kikapcsolása? Ez nem tett jót a dolgoknak szerintem. Jó, összkerék bekapcsolása. LOL. Ennek így is rúg folyamatosan, nem hogyha nincs bekapcsolva. Jó, egész szépen sikerül vetni ezt a földet. Szerintem. Úgy. Jó, vigyük vissza. Merre kell menni? Az úton kéne. Ah, tök jó lett. Jó. Zsúvások vagyunk, koszosak vagyunk. Amilyennek kell lenni egy traktornak. Ja, valaki írta, elkezdtem az előbb ezt már mondani, hogy nagyon ritkán, na tök ritkán, de vannak negatív kommentek, valószínűleg tényleg ilyen nagyon fanatikus farming szimulátor fanok írják, és szerintem ez alapban nem jó, hogy ennyire fanatikusan hiszünk egy játékba. Szerintem attól még, hogy én szeretek mondjuk Seven Days to Die-ozni, attól még nem mondom azt, hogy szar mondjuk a Rust. Mert annak is megvannak a, annak a játéknak is megvannak ugye az előnyei, a szépségei. Attól még, hogy nem ugyanolyan valami, mint amit szeretek, attól még nem biztos, hogy rossz. És írta valaki, hogy képzeljétek, hogy mennyit fizetnek neked azért, hogy ezt a szart reklámozd. Jó, mondom, de jó. Mondom, de jó lenne, ha fizetnének magamba. Olyan. És ezektől a készítőktől az se zavarna, hogyha fizetnének azért, hogy promotáljam. Mert szerintem, hogy olyat promotálsz, olyat reklámozol, ami neked tetszik, az a semmi gond nincs. Amikor ilyen szikszó kólákat reklámoz valaki, amikor abszolút nem is iszik olyat, az szerintem leginkább olyanokkal van probléma, hogyha már reklámozás. Tehát, hogy olyanokat reklámozol, amit neked nem tetszik. De egyébként ez a játék tetszik. És nem kapok érte pénzt, hogy egy forintot, hogy reklámozom. Sőt, mondhatni, hogy ez nekem majdhogy nem negatív dolgot indukál, az, hogy én ezzel a játékkal játszom, és nem a farminggal. Mert a farmingomnak mindig nagyobb nézettsége van mindennek. Egy ilyen underground játékkal játszik egy youtuber, az negatív irányba befolyásolja a nézettségét, meg az algoritmusokat is, tehát kevesebb néző fogja nézni egyre inkább. Ezért ugye van az, hogy a nagy videósok általában mainstream játékokkal játszanak, mert ugye az algoritmus azt szereti, az dobja fel. Úgyhogy nem tudom, Fortnite-oznom kellene, hogyha én így
így gondolkoznék, de se, jaj, ez meg végigment. Semmiképpen nem kapok pénzt ezekért. Ezt le kéne valahol raknom, nem? De egyébként még hogyha kapnék azt sem, jaj, még azt sem zavarna, mivel rohadtul jó játék. Lehet, ez úgy most nagyon összeakadt. Lehet, hogy le kéne engednem? Aha, le kellett engednem alóla. Jöjj, belekapartam az idejébe az aszfaltba azért. Aszfalt királyai volt. Micsoda tekeres rugók van. Na, ezért azt nézzük már meg. Az a gyerekek ez az irányítás. Oké. Okay. De nem akarok kiszállni, ezért akartam. Ja, oda, mit kellene csinálnom? Ja, másik műveletet. Itt a... Várjátok, annyit akarok csinálni, hogy volt egy olyan, hogy irányítási mód. Vezetés irány megváltoztatása. És akkor mi történt? Azt a betyár fordul át a gép. Oda nézzetek. LOL! Hátrafele fordultam, dikaz! Ez nagyon jó. Ó, mik ezek a sokkar, hallod? Ez rohadt jó. Gondolom ez tényleg azért... De miért? Ez miért jó? Ez miért jó? Gyerekek, ezt mondjátok meg. Azért, mert akkor ilyen targonca style-ban van a kormányzás? Mert ugye három pontos van elő és hátul is, szóval az nem domináns. Lehet, hogy ilyen targonca style-ban tudod akkor ezt működtetni, de az tök jó, hogy ez ilyen árfordulós cucc. Hát ezt nem is láttam még ilyet. Vagyis láttam ilyet, ilyen klasszokba. És akkor ezt figyeld, leállítja addig a motort. Előre húzza az ülést. És kormánnyal együtt. Azt a betyár gyerekek. Na, azért ez nem rossz. Ezt komolyan mondom. Ezt így azt mondom, hogy ez azért kajak. Meg az, hogy így szépen le van animálva. Na jó, a gyerekek, elbúcsúztam. Írjátok meg, hogy ne inkább nekiálljunk a kampánynak. Vagy inkább folytassuk ezt, aztán amelyikre több komment érkezik, azt fogom csinálni. Úgyhogy kommentelj, mert akkor igazából befolyásolod a következő résznek a sorsát. Köszönöm szépen a figyelmet, bocs, hogy köhögtem, tüszögtem itt. Várlak benneteket a következő részben. Sziasztok!